Skultéti Szabó Katalin klinikai szakpszichológus a vendégünk a témával kapcsolatban, de mielőtt beszélgetnénk, megkérdezném Attiláékat, hogy nálatok milyen volt a lánykérés? Attila? Ez azért volt érdekes, mert én is nagyon sokat gondolkoztam, hogy hát jó esetben az ember ezt egyszer teszi meg az életben, és ugye nem akar olyan helyzetbe kerülni, amire aztán később úgy visszaemlékezve, hogy fú, hát ez nagyon ilyen cheesy, vagy hogy mondjuk ezt olyan, nem is az, hogy kínos, hanem olyan nagyon ilyen sablonos, talán ezt szoktuk mondani, hogy ne legyen sablonos. És valahogy aztán akkor már maradtam annál, hogy mégiscsak sablonos, de mégsem, hogy ugye a vízparton, tehát úszodában találkoztunk, akkor legyen ez egy következő alkalom az úszoda. De az időpont az véletlenül jött ki, mert igazából a házasság, tehát a házasságkötés napját azt már terveztük, uh-huh. És akkor, hogy tradíció azért legalább egy évvel előtte, és pont egy évvel előtte volt egy olyan lehetőség, hogy akkor nagyon sok ilyen bulvár megkeresés volt, és menjünk ki egy strandra, úszodába, csúszdapark, mindegy, most nem mondom helyet, de hát, hogy akkor ott hogy, meg egyáltalán, hogy a többiek ne lássák, hogy mégiscsak egy ilyen vízeséses hangulat, vagy nem tudom, és hát egy ilyet sikerült keresni. Igaz, hideg volt, nem volt napsütés, tehát nem volt ilyen, nem tudom, pálmafás hangulat, viszont annyi pikantériája volt, és azért örülök, mert két dolog sikerült. Az egyik az, hogy a Petra mai napig sem gondolja azt, hogy ez kínos volt, tehát egy jó helyzet volt, tehát örült neki, tehát jól sült el, ez volt talán a legfontosabb. A másik pedig arra vagyok büszke, hogy úgy sikerült ugyan a fotósok elől nekünk elbújni, hogy az a poén, hogy a fotósorozaton látszik, hogy az egyik fotón még nincs rajta gyűrű, a többin már van, és senki nem vette észre. Azt a pillanatot, az igen. Megmaradt nektek. Igen. De a gyűrűt sem vették észre, hogy akkor most ott történt valami változás, úgyhogy nagyon romantikus. Ez egy ilyen helyzet volt, igazából, hogy a vízhez köthető valamennyire, aztán ennél maradtam, és egyébként nyilván a házasságkötést is aztán kötöttük ehhez, mert ugyan a bazilika itt is a helyszín, ez látszódott, és ugye az egyházi ott történt meg, de a polgári esküvő, úgymond, az a Duna, nem a jegén, a Duna vizén, mert a hajóval bementünk, és akkor ott, és akkor az is egy picit ugye a városhoz, fővároshoz, meg a vízhez köthető volt. Katalin, létezik manapság még ilyen romantikus udvarlás? Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, romantikus, kreatív gesztus volt, de hogy azért a mai udvarlási szokások nagyon-nagyon megváltoztak, és hogy nagyon nehéz ma nemtől függetlenül is ismerkedni. Mi hölgyek azt gondolnánk, hogy a férfiaknak könnyebb udvarolni, ez egy nagyon nagy tévedés, ők is ugyanúgy küzdenek az ismerkedéssel és az udvarlással. Változott a társadalmunk, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus, tradicionális udvarlás szerencsére megvan, de azért nagy mértékben kikopott. Például, ami az én szüleimnél volt, hogy ők a bálban ismerkedtek meg, és két perc között beszélhettek 15 percet, de azt is az anya jelenlétében. Nyilván nem ezt várjuk el, hogy ez ma történjen, de az a klasszikus, tradicionális udvarlás ma megkopott. És hogy egy kicsit azt érzem, hogy nagyon az udvarlás is tükrözi a fogyasztói társadalmunkat, hogy a fiatalok mindent azonnal gyorsan szeretnének, de nem csak a fiatalok, hanem a középosztály is, középkorúak is, és hogy ma egy tipikus udvarlási gesztus, hogy a közösségi hálón bejelölik egymást, divatos szóval, megbökik egymást a fiatalok. Na, nekem nagyon sok kliensem arról számolt be, hogy nem telefonszámot cserélnek egy buli alkalmával, hanem azt mondja, hogy keresd meg az adott közösségi hálón. Megkérdeztem, hogy miért van ez, és egy fiú azt válaszolta erre, hogy mert könnyebben le lehet úgymond csekkolni a hölgyet, mert ott van a képe, a profilja, a telefonszám az pedig csak egy számokból áll. Tehát megváltozott a társadalmunk jelentősen, és ezáltal az udvarlási gesztusok is. És ez igaz az idősebb korosztályra is? Az idősebb korosztály is ugyanúgy küzd el ezzel, hiszen a világháló, az internet beköltözött a háztartásokba, de nem csak a háztartásban, hanem ott van a zsebünkben is, a táskában is, az okos telefonok által. És hogy a telefonok, valamint az internet szabadsága egy nagy segítséget nyújt abban, hogy hogyan ismerkedjünk. És ugye rengeteg társkereső honlap van, és erre ugyanúgy fellépnek az idősebb korosztály is, mert elmondja, hogy elmegy dolgozni, este 6-7-ig dolgozik, és utána nincs alkalma arra, hogy ismerkedjen, hogy udvaroljon, és hát bizony-bizony fellép a világhálóra, igen. Kicsit ugorjunk előre, ugye Attiláék is 7 éve házasok. Mennyire fontos házasságon belül udvarolni, hogy mennyire jellemző ez?
Hát nagyon fontos. Én azt gondolom, igen, mert a férfiak privilégiuma azért még mindig az, hogy udvarlási gesztusokat tegyenek, de hogy nem csak a meghódításnál fontos az, hogy udvaroljunk, amíg meg akarunk valakit hódítani, és hogy kölcsönös maradjon, mert a férfiaknak ugyanúgy fontosak a romantikus gesztusok, és a hétköznapokban ne laposodjon el a kapcsolat azzal, hogy csak egy futó puszit adunk egymásnak az ajtóban, vagy ilyet is hallottam már, hogy adok pénzt és vedd meg magadnak az ajándékot, amire szükséged van. Tehát előfordul ez is. Nálunk ilyen nincs, én nem adok. Tehát a hétköznapi rutin az ne ölje meg a romantikát, mert enélkül azért kiég egy házasság. Nagyon fontos, hogy meglegyen, inaktívvá válhatnak a felek. És hogy de nyugtass meg, hogy nem csak a férfi múlik. Tehát a nem, nem. A férfiaknak igen, ugyanúgy de... fontos. Tehát az egy tévedés. A lányok is udvarolhatnak. Így van, az ugyanúgy fontos. Azért különbséget kell tennünk a között is, hogy az udvarlás például akkor jön létre, amikor meg akarunk hódítani valakit, mert ott elsősorban a férfinak kell kezdeményezni. Tehát a férfi kezdeményezi akár az egy éjszakás kalandot, akár a komoly kapcsolatot, akár a szexuális együttlétet, de a férfi kezdeményezi a házasságot is. Ugye Attila, te kérted meg a kezét a feleségednek, tehát ugyanakkor, hogyha már egy házasságban élünk, a nők is tegyenek ugyanúgy gesztusokat, mert a férfiaknak a figyelmesség, az őszinte figyelmesség nagyon jól esik. Gondolom, ti figyeltek kölcsönösen egymásra, ez látszik rólatok, tehát rólatok sugárzik a harmónia. Ez így van, mert pont tegnap láttam egy olyan mobil alkalmazást, azt nem tudom kiadni, ahol egyébként a nőknek és a fiúknak, hát fiataloknak, ugyanolyan annyi esélyük van, semmi másról nem szól, tehát nem kell hozzá közösségi oldal, fénykép, jobbra vagy balra. Bizony. Tehát ennyi. Nem az, hogy tetszik vagy nem tetszik, X jó. Vagy pipa. Uh-huh. És ennyi. És akkor igen. Gyűjtik a hogy mondjam, azt a képcsokrot tulajdonképpen, igen. Csak nyilván oda-vissza meg lehet az úgymond ez a visszajelzés. Nyilván ebben van jó is, van rossz is, ez egy felgyorsú dolog, de az igazság, hogy utána, ez egy nyilván segítő alkalmazás, de utána egyébként az a kérdés, amiről beszéltem, hogy utána megvan-e tradicionálisan az, hogy akkor a fiú kezdeményez, vagy már most modern korban a lány is, a kislány, a fiatalok tudnak kezdeményezni, vagy kiteszi meg az első lépést? Én azt gondolom, hogy azért még mindig maradjon meg ez a férfiaknak ez a privilégium. Tehát, hogy kezdeményezzék ők az első randit. Mi nők, mi választunk azért, és tudjuk úgy irányítani a beszélgetést, hogy az egy randevúba torkoljon, hogy a férfi azt vegye le, hogy mi szimpatizálnánk vele, és hogy meghív bennünket randizni. A nőknek azért marad azok a nonverbális jelzések, hogy szempilla, rebegtetés, óriási mosoly, és ez ők is tesznek gesztusokat, csak nem annyira direkt nyíltat. Én nagyon remélem, hogy a klasszikus udvarlás ilyen szinten, hogy a férfiak teszik meg az első lépést, ez megmaradt, és kell is. Katalin, nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon köszönöm szépen. Még a témáról beszélgetni, mert nagyon érdekes is.